Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, április 28-án kedden, 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Iszkádi Erikával. A témánk, hogy miként használja a Gárdonyi Géza Művelődési Ház az online felületeket annak tükrében, hogy a Maroshegyi Kulturális Intézmény számtalan programra invitálta a székesfehérváriakat az elmúlt időszakban. Ezt követően a Vár Irodalmi Folyóirat, illetve a Székesfehérvár annó kötet negyedik részének megjelenéséről számolunk be. Tartsanak velünk! Alaposan megváltoztak a kulturális intézmények mindennapja is. Szép jó estét kívánok! A Gárdonyi Géza Művelődési Ház munkatársai viszont az elsők között kerestek online megoldásokat erre a krízishelyzetre. Vendégem Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetője, igazgatója. Erika úgy fogalmazta nemrégiben, hogy hivatásunk továbbra is a magyar kultúra ápolása és a közönséghez való eljuttatása, a tehetségek felfedezése és támogatása, ismeretátadás, az elődeink által ránk hagyományozott népmesség továbbadása. Nos, ennek nem szabhat gátat a koronavírus sem, tehát ahogy mondtuk, az elsők között döntöttetek úgy a munkatársaiddal, hogy kiterjesztetik online formában mindazt, amit eddig csináltatok. Erről fogunk beszélgetni, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Nos, hát azt láttuk, hogy a könyvtár közösségi oldalán számtalan felhívás van. Hol tart ma ez a munka? Honnét jött a gondolat, hogyan sikerült megvalósítani ilyen míves formában? A kezdeti időszak az nagyon nehéz volt, hiszen azért mi megszoktuk, hogy a művelődési ház mindig zajos. És nagyon furcsa volt egyik pillanatra a másikra megélni azt, hogy kihalt, hogy elmaradtak először a nagyobb létszámot befogadó rendezvényeink, aztán a kis közösségeink, a műhelyeink, a klubjaink, a holdudvar csoportjaink, és szépen lassan magunkra maradtunk. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ebben a helyzetben valamit tennünk kell, nem zárhatjuk egyszerűen csak be a Gárdonyi ajtaját, és vonulhatunk a háttérbe, hiszen nagyon-nagyon sok feladatunk van. És ez alatt a jó néhány hét alatt be is bizonyosodott az, hogy ez a gondolat, ez jó volt, hiszen azonnal elkezdtünk dolgozni, azonnal elkezdtünk cselekedni, és bizony nagyon pozitív visszajelzések vannak. Többek között szükség volt természetesen a munkatársaimnak is a hozzáállására, és arra, hogy ők is ezt a helyzetet átértékelve elkezdtek teljesen más módon gondolkodni, hiszen most nekünk egy online térben kell megvalósítanunk mindazt, amit eddig a művelődési ház falain belül tettünk. Ugye az nyilvánvaló, hogy számtalan korosztály, Maroshegyről beszélünk, számtalan korosztály vesz igénybe a Gárdonyi Géza Művház szolgáltatásait. Beszéljünk először a fiatalokról, hiszen a fiatalok könnyebben megszólíthatóak. Nyilván a más korosztály az sokkal nehezebb feladat, erre is megvan a terv, mert hogy ez nem csak egy eshetőség. De nézzük azokat, akik a népmesepont-hoz csatlakoztak, hiszen a népmesepont, aki már járt ott, az nagyon is jól tudja, hogy fantasztikus élményekkel gazdagította Székesfehérvárt. Így van, hát a népmesepont az maga egy csoda, tökéletesen jól működött, és nagyon jól tudtuk működtetni, és elsősorban ott éreztük meg egyébként ennek a járványügyi helyzetnek a hatásait, és az első között szerepel a művelődési az összes tevékenysége között, ami azt gondolom, hogy a legelső perctől kezdve útjára indult. Ez azt jelenti, hogy mi minden nap hétfőtől péntekig a délelőtti órákban friss tartalmakat töltünk fel a közösségi oldalra, amelyek a szakmai megvalósító kollégáink által készített fantasztikus anyagok és egyedi anyagok. Ezek általában élőszavas mesemondásból állnak, papírszínházból, minden a meséhez kapcsolódó kvízek, feladatok elkészítéséből, és olyan különleges kézműves technikák elsajátításának a lehetőségét nyújtjuk, amelyekkel talán keveset találkoztunk, vagy amelyek nagyon jól jöhetnek most ebben az időszakban, hiszen sok olyan anyagot használunk fel, amelyek megtalálhatók egy-egy háztartásban. Itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos a kreativitás, és tényleg az, hogy ebben az online világban, hiszen most nagyon sokan így próbálnak meg érvényesülni, mi mégis egy olyan oldalunkat tudjuk megmutatni, amelyet talán kevesen használnak, kevesen ismernek, és így is tudjunk egyediek maradni, hiszen azt gondolom, hogy összességében a Gárdonyi Géza Művelődési Ház működésére elmondható az,
hogy mindig saját ötletekből dolgozunk, próbálunk tényleg egyediek maradni és magas színvonalon teljesíteni, és ezt most megtesszük a népmese.hu oldalán is. Egyébként pont valamelyik nap zárult le egy versenyfelhívásunk, mert hogy rohamosan nőtt a közösségi oldalunknak a látogatói létszáma, illetve a kedvelők száma, és mi elindítottunk egy versenyfelhívást, volt egy szám, amit nagyon szerettünk volna elérni, és nem egészen 24 óra alatt sikerült is, tehát az elmúlt néhány hétben több száz kedvelővel nőtt ennek a közösségi oldalnak a látogatottsága, ami azt jelenti, hogy igenis van rá igény, és igenis szüksége van a szülőknek arra, hogy a ma, amikor otthon ennyi időt tudnak tölteni a gyerekekkel, kell a kreativitás, hiszen nem tudnak kimozdulni, egy csomó olyan eszköz nincs a kezükben, ami korábban volt, és mi ezt az űrt szeretnénk egy kicsit pótolni, vagy ebben segíteni nekik, hogy lehetőséget adni. Tehát ez a Székesfehérvár népmese.hu Facebook oldala, és apropó, tehát folytatjuk innét, de én azt tartom, és ezt már megosztottam másokkal is, néhányan egyetértettek velem, mások nem, hogy a koronavírus járvány tulajdonképpen, és ez a maradj otthon felhívás, nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy az online eszközöket egy-egy család megszokja, megtanulja. Egyik oldalról szerintem összehozza a családokat is. Tehát a kisgyermekes családok ilyenkor lubickolnak a töpörtjük bizonyosan, hiszen anya, apa otthon van, és semmi más dolguk nincs tulajdonképpen, hát nagy évben mondom ezt, mint a gyerekekkel foglalkozni, és azt hiszem, hogy ez egy abszolút pozitív töltet. Te hogy látod ezt? Én is ezt gondolom, mind a mellett, hogy a szülőknek nagyon nagy a felelőssége, és nagyon nagy teher hárul rájuk, hiszen azért nagyon nehéz lehet mondjuk egy olyan édesanyának, aki otthon dolgozik, és mellette ott van esetleg egy vagy két gyerkőc, akivel még tanulni is kell, vagy a kisebbek ugye több energiát és időt igényelnek, de mégis azt gondolom, hogy egy teljesen más minőségű családi életet lehet élni, sokkal több időt tudunk egymással tölteni. Én azt gondolom, hogy ezt mindannyian érezzük a saját családunkon belül is, bár nagyon nehéz nyilván a közeli hozzátartozóknak a hiánya, ilyen esetben esetleg a nagyszülőknek a hiánya, de pontosan ezért jó, hogyha a szülők azt érzik, hogy nincsenek egyedül, hogyha tudunk néhány órányi vagy néhány percnyi olyan tartalmat nyújtani nekik, amiben esetleg ők közösen tudnak alkotni a gyerkőccel. Nem kell azon gondolkodni, hogy na vajon holnap mit csináljunk, hanem egyszerűen csak odaülünk, tényleg a népmese.hu közösségi oldalát megnézzük, és tudjuk, hogy minden hétköznap 10 órakor vár ott minket valamilyen tartalom, amivel biztos, hogy jól tudjuk érezni magunkat, és ha akkor éppen nincs is rá idő, de ezeket a kis videókat vissza lehet nézni, el lehet készíteni, meg lehet nézni, meg lehet hallgatni a meséket a délutáni órákban is, akár este, esti mese gyanánt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Hozzáértőként, első számú vezetőként miként látod a közművesben dolgozókat, a művelődés szervezőket, könyvtárosokat mennyire változtatta meg? Nem a munkamorálra kérdezek, hanem ez az online kihívás. Mennyire élnek együtt vele? Én saját magunkról tudok beszélni, igen, mert hogy ebben vagyok benne, és én látom magamon is, illetve a kollégáimon is. Az az igazság, azt őszintén be kell vallani, hogy az első néhány nap azért az nem volt valami vidám, tehát hogy ilyenkor az ember mérlegel és átgondol, és nem tudja, hogy mire számíthat, és egy kicsit aggódik és fél, hogy vajon mi lesz, de mi leültünk, átbeszéltünk mindent, én elmondtam a kollégáimnak, hogy hogyan gondolom ezt, és miként tudjuk ezt megvalósítani, és én tudom, hogy ők egytől egyig szeretik a munkájukat, és a hivatásuk nagyon fontos nekik, ezért azt gondolom, hogy nekik nem volt olyan nehéz, még akkor is, hogyha a kezdeti időszak mégiscsak azért tele volt esetleg kételkedéssel vagy aggodalommal. Néhány nap alatt igazából mi teljesen át tudtunk állni, teljesen máshogy kezdtünk el gondolkodni, máshogy kezdtünk el cselekedni, és amely nagyon pozitív hatása, még ha lehet mondani tényleg ennek a helyzetnek, az, hogy rengeteg dolgot tanulunk, nem csak önmagunkról, hanem arról is, hogy ezekben a helyzetekben hogyan tudjuk állni a sarat, hogy hogyan tudunk fejlődni, hiszen kell. Tehát egyikünk sem ezt csinálta. Mi nap mint nap ott voltunk az emberekkel, ott voltunk velük, kapcsolatban voltunk. Most egy teljesen másfajta kapcsolattartásra van szükség, teljesen másfajta technikai
eszközök elsajátítására nagyon sok mindent kellett megtanulni, és az egy-két hét ez elegendő volt arra, hogy belejöjjünk, hogy belerázódjunk, és folyamatos gondolkodásban vagyunk, folyamatos ötletelésben vagyunk, hogy mit tudnánk még csinálni, és hogyan tudnánk csinálni, és ami nagyon fontos, hogy ne csak egy legyen a sok közül. Ezt én mindig hangsúlyozom, nem csak most ebben a helyzetben, hanem általánosságban is, hogy tényleg valódi értéket tudjunk adni, és lehet, hogy ez több munkával jár, lehet, hogy most több előkészülettel, lehet, hogy több adminisztrációval, mert azért ennek a hátterében nagyon sok ilyen jellegű dolog is van, de akkor is megéri, és mi most már tapasztaljuk, hogy ez tényleg így van, mert nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy sokat számít mindenkinek az, hogy mi ott vagyunk, jelen vagyunk, és nem hagyjuk magukra az embereket, még akkor is, ha ez nem mindig látszik, hiszen mi nem csak a közösségi oldalon létezünk, hanem a háttérben is ott vagyunk, és segítséget igen. nyújtunk. Ez a plusz tudás pedig én azt gondolom, hogy kamatozik a későbbiekben. Nos, akkor nézzük meg a könyvtár közösségi oldalát, hiszen ott is napról napra újdonságok jelennek meg. Bizony, hát a könyvtár közösségi oldalán néhány héttel ezelőtt közzé tettünk egy félhívást, mégpedig a Maradj otthon és a teheted olvas címmel, és nagyon örülünk, hogy rengeteg fotót kaptunk, hiszen ez egy fotópályázat. Én nem küldtem, de tettem érte. Nagyon szépen köszönjük. Rengeteg fotót kaptunk, és nagyon ötleteseket, nagyon kreatívakat. Tényleg bajba leszünk egyébként majd, amikor eredmény fogunk hirdetni, hiszen hát könyvjutalommal fogjuk természetesen díjazni mindazokat, akiknek a legjobban sikerült ezeket a fotókat elkészíteni, és minden mellett számos egyéb dologra készülünk, tehát a könyvtár közösségi oldalán is folyamatosan közzéteszünk olyan hasznos híreket, linkeket, ami esetleg a könyvekkel kapcsolatos lehet, vagy egyéb tudományos ismeretterjesztő előadásokkal kapcsolatos, és hát könyvajánlóval is szolgálunk, amelyet nem a szokásos módon néhány sor leírásával és egy könyvborító ajánlásával teszünk, hanem Fenyvesi Zsuzsa, a könyvtáros kolléganőnk otthon készíti el azokat a videókat, amelyben az általa szívesen mutatott könyveket bemutatja, tehát ez is egy újdonság. És hát készülünk az Én és a Naplom című naplópályázat meghirdetésére, ami nem egy új keletű dolog, hiszen negyedik éve hirdetjük meg ezt a pályázatot. Én azt gondolom, hogy mikor máskor, hanem most fogjunk bele és kezdjünk el naplót írni. Ugye korábban annyiban volt másabb, hogy ez gyermekeknek szólt ez a pályázat, most kiegészítettük, és gyakorlatilag minden korosztály, aki úgy gondolja, hogy szeretne elővenni akár papírformájában tényleg egy naplót, és leírni az érzéseit, amiket most ez a helyzet kivált belőle, vagy akár elektronikus formában, azt nagy szeretettel várjuk, és hamarosan közzétesszük a közösségi oldalainkon a felhívás részleteit is. Igen, hát ezzel párhuzamosan a Művelődési Ház közösségi oldala is működik, méghozzá remekül. Azt hiszem, hogy ott is számos olyan esemény van, amire érdemes figyelnünk. Amire én felfigyeltem, hiszen kevesen tudják, hogy 2013-ban a Szent István emlékévben a Gárdonya Géza Művelődési Ház jelesülte magad, és Bobori Zoltán hívta életre a Vajda János díjat, amely a Fejér megyében élő költők legjobbjait díjazza esztendőről esztendőre. Ez az idén elmaradt. Viszont kicsit másként, én már egyébként a televízió nézők is láthatták azt a verset, amelyet Bobori Zoltán, a 2019-es Vajda János díjas mondott. Ez is egy új, hogy online térben megjelenik egy versíró és egy versmondó, és tolmácsolja azt az üzenetet, ami csak a versben képzelhető el. Ez egy fantasztikus dolog tényleg. Én nagyon szomorúak voltunk, hogy nem tudjuk meghirdetni a Vajda János díjat, de ugyanakkor egy nagyon jó érzés volt, amikor megszületett a gondolata ennek a programnak, amit te is most említettél, és Bobori Zoltán is nagyszerű ötletnek tartott, és hát az ő versével kezdtük ezt a versláncot gyakorlatilag. Az ő első kihívottja ugye Knejfel Nóri lett, aki a 2019-es versünnepnek a győztese, és Nórinak is voltak további kihívottja, és mi folyamatosan nyomon követjük ezt a lánc, és nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy rengeteg fiatal csatlakozott, és bizony mondanak verseket, és szeretik az irodalmat és a költészetet, és szeretnénk, hogyha ez a vonal is tovább folytatódna, és Bobori Zoltánnal megbeszéltük, hogyha más formában is, de a Vajda János díjat mindenképpen szeretnénk oda adományozni valakinek, hiszen azt gondolom, hogy számos tehetséges költő él itt Fejér megyében,
akiknek igenis meg kell adni a lehetőséget arra, igen, hogy megmutatkozhassanak, és egy kicsit más formában is, de idén mindenképpen erre is majd sor fogunk keríteni. Hát a közeljövőben nem tudunk dátumot, de véget ér a koronavírus járvány, és visszatérhetünk a hétköznapokhoz, de én azt gondolom, hogy ezt az online fordulópontot senki nem fogja elfelejteni, és ez megtartható. Valóban így van, ez megtartható lesz? Ez kiegészíti a személyes találkozások varázsa, annak varázsa van, ez nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden lesz, amit fogunk tudni ebből hasznosítani, és amit jó eséllyel már egy kicsit rutinból fogunk tudni, tehát ami most egy kicsit, hogyha próbáljuk ebben az egész nehéz időszakban a pozitív dolgot keresni, akkor ez, hogy most ezt meg tudjuk tanulni, és amikor visszatér minden, remélhetőleg minél előbb a normális kerékvágásba, akkor ez már rutinszerűen fog menni, és igenis fogjuk tudni használni, hiszen azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, ezt most mi is látjuk, hogy rengeteg emberhez érünk el, és hogy egy ilyen fajta kapcsolattartásra is szükség van, és az összetartás azt gondolom még egy másik olyan nagyszerű dolog, ami ebben a nehéz helyzetben jellemző az egész társadalomra, azt gondolom, hogy valahogy sokkal inkább odafigyelünk egymásra, valahogy sokkal inkább meglátjuk az értéket, az, hogy mi a valóban fontos az életünkben, és nagyon örülnék, hogyha ezt is tovább tudnánk vinni egyébként a későbbiekben, és még nekünk lesz egy nagyon fontos kezdeményezésünk, ami néhány héten belül már egyébként a nagy közönség számára is elérhetővé válik. Ugye a Mesem Operenciás Fejér megyei mesemondó versenyünket sem tudtuk idén megszervezni, mégis kitaláltuk azt, hogy akik korábbi években nyertesek voltak a mesemondó versenyen, illetve korábbi évek Tolpihe meseíró pályázatára benyújtották a pályaművüket, és azt a zsűri a legjobbak közé sorolta. Na most itt a szülők és a gyerekek összefogásával elindul egy mese a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Facebook oldalán, mégpedig annak a ötletnek a folytatásaként, hogy a mese legyen jelen az emberek életében. Tehát a meseíró gyerekek meséit, mesemondó gyerekek fogják majd elmondani, és mindezt úgy, hogy együttműködünk a szülőkkel, a gyerekekkel, az internet segítségével. Tehát otthon elkészítik ezeket a videókat, és mi egy meghatározott időpontban ezt minden este közzé fogjuk tenni. Operencián túl is Tolpihe címet kapta. Remek gondolat. Én bízom a megvalósításban, és eddig mindig sikerült. Erika, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt gondolom, hogy a Maradj Otthon jegyében a lehető legjobb módját választottátok ahhoz, hogy továbbra is higgyünk a könyv varázsában. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, és folytatjuk természetesen a palettát. Megpróbáltatások után városfejlődés. Ezzel a címmel jelent meg a Székesfehérvár annó negyedik kötete. Demeter Zsófia ezúttal a II. Világháború végétől 1988-ig a rendszerváltozás hajnaláig mutatja be Székesfehérvár életét. Megpróbáltatások után városfejlődés. Ez az alcíme Demeter Zsófia a Székesfehérvár 1944 és 1988 közötti időszakát bemutató nagyívű könyvsorozata negyedik kötetének. A kötet a II. Világháborút követő időszak után a megnyugvás pillanataitól kezdve a lakásépítéseken 1956-on át sorra veszi a szocialista iparosítás eredményeit, a nagygyárak történetét, a TS szervezést, de a tárgyalt időszak nagy ünnepeit is. Második világháborúval indul ennek a könyvnek a tematikája. Tehát a szőnyeg bombázással tulajdonképpen az az a pont, amikor a címre tudunk utalni, ugye, hogy hát a nagy bajoktól a valamilyen kibontakozásig megy el a könyv időrendben, tehát valóban 1988-al, amikor is, hát mint egy önmagára eszmélt Székesfehérvár a Szent István évünnepségeivel, ugye egy méltó módon figyelt a rendszerváltozás előjeleire. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen hiánypotló kiadvány. Melyek azok a különlegességek, amelyekre feljönne a figyelmünket? Hát nagyon sok érdekességet találtam én a könyv megírásakor. Ezért is sokkal tovább tartott, mint ahogy
eredetileg elképzeltem, hiszen tulajdonképpen ebben az időszakban egy alkalmas időhatár lett volna 1956, viszont Fehérvár történetében mégiscsak nem volt egy nagy válaszvonal 1956 a város fejlesztés szempontjából. Ezért itt nem tudtam lezárni ezt a kötetet. A Kádár rendszer az, amikor Székesfehérvár újból a nagyipari beruházások felé halad, megváltozik a társadalmi összetevők is megváltoznak, megváltozik a kibe település iránya, tehát nagyon sok érdekesség van a Kádár rendszer hosszú időszakában, Fehérvár történetében. Tehát ha belebotlottam abba, hogy minden honnan élő zene szól, akkor ezzel muszáj volt foglalkozni, mert a népdal mozgalomtól a táncház mozgalomig és a konzervatóriumnak a szerepétől a Kodály módszerig, ez mind ide tartozik, és nagyon nehéz lett volna valamit kihagyni. Vagy a nagyipari beruházások a következő, ami mindannyian tudjuk, hogy a Csitári érában kezdődik el, mindegyik nagyipari beruházásunk az a Csitári alapokon fejlődik tovább, de mégiscsak egy más gondolatkör, természetesen más technológiai állapotban és más, főleg más piaci helyzetben. Ez egy nagyon érdekes dolog. Le kellett választanom például a kisipart és a tanácsi ipart, ugye a nagyiparról, egészen más összetevői vannak. Tehát én magam sok érdekességet találtam benne, és főleg az talán nagyon fontos, hogy olyan segítőket, olyan visszaemlékezőket és olyan tanúit ennek a korszaknak, akik hát nagyon hasznos információkkal és visszaemlékezésekkel szolgáltak, és hát egyszerűen nagyon kellemes, szinte baráti viszony alakult ki olyan emberekkel, akikkel eddig nem. És ez egy nagyon inspiráló dolog ennek hatására, olyasmikkel is kellett foglalkoznom, amikkel esetleg eredetileg nem gondoltam rá. Például a sportra. Ugye nem vagyok egy sporttörténész, de természetesen kellett foglalkoznom. Például Fehérvár ünnepei közé soroltam a sportsikereket. Nem tudom, hogy milyen fogadtatása lesz ennek, de természetes, hogy nem hagyhatom ki Fanándor és Gál József expedícióját, és nem hagyhatom ki a Videótonnak a szárnyalását sem. Minden mást is igyekeztem valahogy figyelembe venni, de természetesen nem sporttörténet, nem ipartörténet, nem közoktatástörténet, nem neveléstörténet, hanem egy városnak a szerves pulzálása, és abban igyekeztem az érdekességeket megtalálni. A kötet tehát már kikerült a nyomdából, ugyanakkor az olvasók, a Székesfehérvár története iránt érdeklődők majd csak a koronavírus járvány lecsengésével vehetik kézbe, de megéri a várakozás, hiszen Demeter Zsófia ismét egy alapművel gazdagította Székesfehérvárt. Megjelent a Vár folyóirat. Az olvasók ezúttal postai úton, illetve online juthatnak hozzá a Vörösmarty Társaság irodalmi folyóiratának idei első számához. Némi késéssel, tekintettel itt erre a helyzetre, ami most van, nyomda és egyéb működésre, de hát megjelentünk, és az érzésem, hogy egy rendkívül gazdag, színes szám megint az idei első Vár. Örülök annak, hogy határon túliak is szerepelnek ismét a várban. Különleges műfaj az irodalmi riport. Kiváló rádiós munkatársunk Csűrös Csilla készítette Serfőző Simonnal, ami azt hiszem, hogy egy kicsit hiányzik is a mai kortárs irodalomból, ez az irodalmi riport műfaj. Nagyon gazdag a versanyag, és külön ki szeretném emelni a
az Ady Endre konferenciának az előadásait, ami elhangzottak itt a városban. Ködöböc Gábor, Marcinka Csaba, Bence Lajos, Sebők Melinda, Petőc András. Tehát azt hiszem egy nagyon rangos névsor. Köszönet a szervezőknek, a rendezvény szervezőinek. Vannak rendszeres, hála jó Istennek, kiváló munkatársaink, szerzőink, így Szabó Ferenc atya, aki egészen különleges előadás anyagát küldte el nekünk, Magyarország kálváriája 1918-19-20-ban. Rendkívül ritkaság, számba menő írás, azt hiszem, és különösen egy szerzetes szemszögéből nézve. Szabó Ferenc atya küldött egy másik írást is, ami megjelent, ez Súlyok Vince költőtársának az élete, és őre emlékszik. Örülök annak, hogy ismét van dunaújvárosi szerzőnk, Gáspár Aladár, aki Kis Kálmán dunaújvárosi költő barátunkról írt néhány gondolatot. A fiataljaink továbbra is szerepelnek a várban, Markos Trojko, vagy Prax Levente, aki egyre érettebb, kiváló írója a társaságnak. Bakonyi István, Sík Sándor, Tedeumát elemzi. És hát rendszeres szerzőnk, már azt mondhatom, Prohászka László, aki Feledi Balázs, Újszázi Róbert, Tóth Béla szobrászművész írása szerepel a várban. Péntek Imre ismét értékteremtés helyi műhelyekben és fórumokon, és hát külön öröm számunkra, hogy Györfi Sándor a lap tördelőjének, Revák Istvánnak a kiállításáról írt, és az ő munkásságát méltató írása van benne. Elsimon László, a műveltség a kibertérben, hát mint kiváló kulturpolitikus, azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon izgalmas, szép dolgozatot adott, ami megjelenhetett a várban. Lukácsi József, a társaság elnöke, Kazinciról és Koráról írt. Az Ars vonások rovadban Finta Éva kézzel írott verse, portréja és egy rövid életrajza szerepel a verseivel. Itt történt még a tördelés közben egy kis hiba a várban, de ezt korrigáltuk, úgyhogy benne vannak Janku Laura, szintén erdélyi írónak a versei is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!